Sziasztok, üdvözlete minden ködöllő állami telepek megállóhelyről. És hát még úgyis van egy 10 perc a mulatik, hát más meg itt nincsen. Tehát valószínűleg rajtam kívül nem is fogja senki felszállni, viszont az átépítésnek az egyik nagy előnye, hogy tettek ide egy padot, amivel el lehet ülni. De ez viszont a másik oldalon nincsen. Ott meghagyták az esőbeállót, ide megraktak egy padot helyette. Igaz, hogy fedett váró nincsen, de szóval mindegy, hogyha már úgyis így ráérünk, akkor hát most nem tudom, vélbevizelgésre szerint akár élőben is vlogolhatnék, csak egyrészt alig van már mobilnetem, másrészt meg merül a telefonom, úgyhogy ez most ilyen offline lesz, aztán majd felrakom. Valószínűleg így vágatlanul fel fog menni ez a videó, mert ezen felesleges vágni. Úgyhogy a téma, ami most hirtelen eszembe jutott, ez a kamerázás közterületen, meg ezek, akik emiatt beszólogatnak. De egy másik vloggerdé is láttam, hogy ez téma volt. Még ma is, meg korábban is, hogy tudom, hogy az utcán, miközben kamerázik, vagy vlogol, vagy akár tudom, buszokat, vagy ilyeneket filmez, vagy vonatot. És akkor, de ez tudom, néha előfordul az étésen, gondolod, hogy valaki beszól, hogy értem, mit kamerázom, meg ráhív a rendőrséget, nem kell tőlek meg megijedni, mert közterületen kamerázni nem tilos, még az átkosban se volt az, nem pláne, hogy nem most, de még a régi, még az 50-es években Rákosi rendszerben se volt tilos, hanem ott is úgy működött, hogy ahol tényleg tilos volt fényképezni, mert a kamera akkor nagyon volt 50-es években, de fényképezni, ez is már akkor is volt, mert fényképező volt, akkor azt külön megjelölték, egy ilyen fotózni tilos tábla, vagy kereszttábla is volt egy fotózni tilos, és ami olyan objektum volt, ami valamilyen szinten ez ilyen kellett ez a védettség, neki oda kitették a táblát, hogy nem szabad fotózni, és ennyi. Gyakorlatilag akkor sem volt már semmi haszna, mert csak a kémeknek volt jó. Hoppá, a vonat fog jönni. Na, azt mondom, hogy lefilmezem nektek. De ez még nem az, amivel nekem el kell menni. Az 45-kor jön, legalábbis menetrend szerint. Na, szóval akkor... Na, jó, majd ha ide vonat, akkor befejezem, addig mondom. Hogy az is csak a kémeknek volt jó, mert ők járták az országot bárhol, és hogyha láttak egy ilyen fotózítilos táblát valahol, akkor rögtön tudták, hogy ott valami érdekes dolog van, és ott érdemes alaposabban körülnézni. Már egy pillanat, srácok, mert mindjárt fiúk, lányok, vagy hát nem, de mindig azt mondom, hogy mondom, srácok, meg sokat hallottam, de hát lányok is nézhetik éppen, mert méne. Tehát akkor fiúk, lányok, akkor ezt most lefilmezem nektek ezt a vonatot, aztán majd folytatom innen. Visszatesszük szépen a felét, jó, ennyi volt. Hát semmi extra, egy fecskés inga szerelvény volt. Na szóval nem hogy akkor, de hát még a 80-as évben van fönt egy ilyen videó a YouTube-on, az is eszembe jutott, hogy Szegedről egy 1986 júniusi felvétel, amikor egy piros Opel Corzából egy nagy kazettás, vagy egy kis kazettás VHS kamerával filmezik ki az emberke. És hát egy ilyen jó negyedórás felvétel, úgy gyakorlatilag mennek autóval a városba mindenfele, és akkor az ablakon keresztül kamerázik ki. És így hát egy igazi időkapszula egyébként, tehát nagyon érdekes így végignézni, tehát az autó, tehát a magnós autórádió, ahol ugye a kazettáról szólnak a 80-as évek beli popzenék közben, az az épülő panelházak Szegeden, meg bengáli villamosok, meg ikaruszok, meg a régi trollik, meg mindent, az igú trollik is mennek, de többször látja a filmekben. Nagyon érdekes egyébként, tehát tényleg ilyen 33 éves időkapszula. És hát már akkor is ezt, és valamelyik újságban, valami Szeged hírlap, vagy nem tudom, hogy miben már emlékszem, hogy hol, de online olvastam a cikket, hogy megkeresték ezt az embert, aki egyébként ugye akkor már külföldön él, csak egy néha hazalátogatott, és akkor filmezgetett. Vagy valami külföldön élő rokonának küldte ezeket a felvételeket. Hát akkoriban még eleve az, hogy VHS kamerájon valakinek, az nem volt. Tehát nagyon ritkaság volt, mert gyakorlatilag 100.000 forintba került akkori áron egy videókamera, és az akkori ezért autóárak, tehát gyakorlatilag annyiból már egy zsigulit lehetett venni. Tehát egy Trabant került mondjuk nem tudom, 40-valahány ezer forintba, egy Wartburg olyan 70 körül, és a zsiguli meg olyan 100.000 körül, azt hiszem, de valami ilyesmi. Nem valahol láttam egy ilyen régi katalógus, ilyen 75-76, ilyen 80-as évekből, valahol az autókat így benne voltak, hogy mi mennyibe kerül. De tényleg nem sok minden.
És hát mondta, hogy akkoriban még ugye rendőrök is azért több hatók között, hogy jogkörükon és többé, és akkor így ugrottak minden, ami szokatlan. És tényleg mondta, hogy az akkori tanácsházára ment be, és kérdeztem meg, hogy akkor mi van ezzel az utcán kamerázással, meg hogy milyen engedély kell hozzá, mert akkor azt megszerezni, és most sem nagyon tudták, hogy mi van, de végül kapott egy pecsétes papírt, ami rajta volt, hogy közterületen forgathat, meg filmezhet, meg ilyesmi, és hogyha néha mondjuk valami rendőr vagy, vagy valaki oda mentek neki reklamálni, hogy van-e engedélyed, meg mit forgatsz itt, akkor ezt azt megmutatta neki. De gyakorlatilag, de mondom, nem kell a közterületen, vagy akár vasútállomáson, buszpályúban, vagy többi utasforgalom számon, de megnyitott a területen, nem kell engedély a fotózáshoz, meg a videózáshoz, ameddig az utasforgalmat, meg a közlekedés nem zavarod. Tehát nem lépsz le a peronról, akár buszpályában is, tehát mondjuk a parkoló buszok elé nem mászkálsz be, vasútállomáson ugye nem lépsz le a peronról, nem lépsz le a sínre, nem lépsz le üzemi területre, addig ebből nem kell, tehát ezt nem tiltatják meg, és személyiségi jogok sem, mert az megint más téma, és az nem is rendőrségi ügy, tehát valaki emiatt így szól, hogy ráthívja a rendőröket, mert mit tudom, mert te őt lekameráztad, vagy benne van a felvételedben, hát egyrészt ugye sokszor nem is előfordul, hogy kamera ugyanígy, mint állványon ledak, és akkor várom a témát, hogy majd jön, jelenség mondjuk itt egy vonatot, és még valaki elmászik előtte, hát az utána már nem perelhet a személyiségi jogai, egyébként sem, mert létezik olyasmi is, hogy ráutaló magatartás, mert nyilván a törvényhozók se hülyék, vagy legalábbis nem mindig, meg azért ilyen szinten még nem. Tehát azt senkitől nem várható el nyilván, hogy a hősök terén mondjuk csinálsz egy azért, vagy még videózolod valamit, akár magadat, mert vlogolsz, vagy itt az ott lévő szobrot, vagy egy ott elhaladó járművet. Ugye ott tolik, mert minden járnak ott a Dózsa-György úton. Tehát, és mondjuk a nyári szezonban vannak ott 200-an, akkor nem várja tőle senki mind a 200 embert, hogy ez menjön és kérdezd meg, hogy nem baj-e, hogyha esetleg benne van a felvételbe. De hát erre találtak neki a ráutaló magatartást, hogy nyilván, hogyha ha a kamerád elé sétál, vagy a fényképeződ elé, vagy belemászik a képbe, vagy hogyha felé irányítod a kamerát, és mondjuk nem tiltakozik, vagy nem jelzi egyértelműen, hogy a tiltakozását, akkor az már ráutaló magatartásként értendő, hogy igazából nincs ellen kifogása, tehát utólag emiatt már nem reklamálhat, mint ahogy pont ma délután olvastam, most nem mondom, hogy kinél, de hogy egy augusztusban felvett videója alá most kommentelt oda valaki, hogy hát de én rajta vagyok ezen a felvételen, és én nem járulok hozzá, meg azonnal, meg hogy ennek jogi következő lesznek, nem lesznek. Mert akkor ott helyben nem szóltál, hogy benne vagy, ráutaló magatartás, ez azt jelenti, hogy akkor az így rendben van, és meg egyébként az meg a másik része a dolgoknak, hogy nem kifejezetten ráirányult a felvétel, ez megint a másik része, hanem ugye ez a tömeg elve, tehát hogyha mondjuk te lefilmezel egy tömeget, mondjuk itt egy nemzeti ünnepen a Kossuth téren filmezel, ahol mondjuk ott vannak több százan, mert mit tudom, már valami rendezvény van, vagy akár egy koncerten, mondjuk belefilmezel a közönségbe, az nem, mert te ott a tömeget filmezed, és hogyha és nem kifejezetten a kamerát egy emberre irányítod, és ez megint azt jelenti, hogy akkor ő emiatt ugye nem reklamálhat, meg nem perelhet. És általában az ilyen nyilvános rendezvényeken az úgy is van, hogyha belépős, akkor a belépő jegyre rá is vagyom. Tehát például ilyen volt a Play It, ilyen volt mondjuk egy Budapest Parki koncert, tehát minden koncert ilyen, mondjuk a Budapest Park, de szerintem máshol is így van. Csak most legutóbb például pont a Budapest Parkban voltam koncerten, és akkor még emlékszem, hogy ez így volt. Hogy te megvetted a jegyet, akkor azon rajta volt a hátoldalán, vagy hát rajta a QR-kódos igenis, hogy a rendezvényen kép és hangfelvétel készül, és azzal, hogy te oda bemész, ezzel te hozzájárultál, és neki érdekes lefilmeztetnek. Most jön a mondatom. Tehát épp pont a múlt héten, na igen, tehát ez a szerint mondatom, igen, most mondja be, tehát működik a hangos bemondás is. Tehát ez pont a múlt héten került fel egy ilyen koncertfelét, amikor az Animal Cannibalsnek volt a 30 éves koncertjük, itt a 30. szülinapi koncertjük volt, és kikerült egy másfél órára, a másfél órás koncertre kikerült egy videó, amikor így a közönséget filmezték, őket filmezték, azt egy külső cégot csinálta a Budapest Partner, vagy akár az Animal Cannibals megbízásából, és bizony, hogy a Facebook oldalon is látjátok, meg ki is adtam a képet, hogy többször is felfedeztem magam, miközben ezt a koncertet visszanéztem a YouTube-on. Tehát utána ez emiatt már hiába reklamálni, hogy nem szeretném, hogyha az rajta, hogy ott legyen, meg hogy nem szeretném, hogy ott bárki felismerjen rajta. Hát ez van, mert befelismernek, mert te hozzájárultál ahhoz. Plusz még hogyha ez nem is lett volna benne kitételként, hogy
te hozzájárulsz azzal, hogy bemész a koncertre, hogy onnan kép és hangfelvétel készül. Jaj, csak bocsánat, csak az még nézegetem, hogy nem áll a vonat, mert akkor azonnal abba hagyom. Akkor is, mivel nyilván nem kifejezetten téged akartak lefilmezni, de nem rád irányult a kamera, hanem bele a tömegbe. És hát mivel ott voltam az első sorban, ez óvatatlan, hogy rajta legyek. A másik meg az, amikor a termofalmi iparvágány kiszolgálásra ezekről kaptam el, és akkor ott nyilván ott egyértelműen jelezte. Tehát az a másik dolog, hogy pusztán azzal, hogy lefilmezted, azért nem szólhat meg ott a helyszínen nem is jelenthet föl, tehát meg nem is akadályozhatja meg a felvétel elkészítését, mert van, aki még itt is ott tart, hogy de akkor én összetöröm a kamerát, meg elveszem tőled, meg stb. Tehát az már bűncselekmény, tehát nyilván ezt nem teheti meg akkor sem, ha egyébként törvénytelenül járnál el, de nem jársz törvénytelenül, azzal, hogy fölveszed, nem. Nyilván, hogyha ezek után valahol felrakod, ahol felismerhető, vagy rajta van, az már megint más, mert ott még látszott ott a tolatás vezető, ott egyértelműen ott jelezte, hogy nem akar rajta lenni. Nem is felismerhető, tehát nyilván el lehet homályosítani utolmunkával is az arcot, és az öbbit, hogy azon magát nem fogja felismerni. És akkor így már rendben van, tehát most hogyha ezt a felvételt megnézni, amin ott el van homályosítva az egész kép, amikor éppen megy a kiszolgálás, és ő látszik, akkor azért szintén nem perelhet, mert hogy ilyen nem felismerhető a kép. De közben megérkezett a vonat, úgyhogy most már megyek, úgyhogy majd vagy írjátok meg kommentbe, hogyha valami hozzáfűzni valótok van, és akkor majd talán máskor ezt a videót is folytathatjuk, vagy valamit nem mondtam még el, és eszembe jut még, akkor majd akkor csinálok egy másik ilyen vlogolós videót valahol. Biztos lesz majd még ilyen idő, amikor így ráérnek, mert igazából semmi dolga nincsen, csak mit a vonatot kell várni, vagy a buszt, és akkor miért ne, akkor beszélgessünk, aztán majd kijön belőle valami. Nagyon közben megérkezik, úgy látom fölött lesz, úgyhogy akkor és át is váltott a fénysodompó pirosra, úgyhogy mindjárt itt a vonat. Úgyhogy akkor sziasztok, és akkor találkozunk legközelebb. Lesz még ilyen spontán vlog szerintem.